Sziasztok! Ebben a videóban a területi önkormányzatokról és a polgármesteri tisztségről lesz szó. A területi önkormányzat, a közigazgatás egy olyan része, általában a helyi jelentőségű kérdések területén, amelyet nem az állam, hanem a területi egységek lakossága és vagy a területi egységek egyes hatóságai végeznek. A területi önkormányzat egy községből és egy magasabb területi egységből áll. A községek és a magasabb területi egységek független önkormányzati és közigazgatási egységek, saját vagyonnal és pénzügyi forrásokkal rendelkező jogi személyek. Kötelezettségeket csak a törvény írat elő a számukra. A község szervei, a polgármester és a képviselőtestület, a magasabb területi egység szervei, az elnök és a képviselőtestület. A területi önkormányzat a következőképpen oszlik meg. A helyi területi önkormányzat, Szlovákia esetében ugye ez a községek és városok, a regionális területi önkormányzat, pedig Szlovákia esetében az önkormányzati régiók, vagy a magasabb területi egységek. Szlovákul ezek a Samosprávny kraj, illetve Vyšší územný celok, vagyis a VUC, de erről majd egy másik videóban. A polgármester szerepéről még beszéljünk egy kicsit. A polgármester az önkormányzat legfőbb képviselője, amely a polgárok által közvetlen választásokon megválasztott végrehajtó testület. Ő látja el az önkormányzati igazgatást és képviseli az önkormányzatot kifelé. A község polgármesterévé az a választópolgár választható, aki a választójog gyakorlásában nincs akadályoztatva, vagyis szabadságvesztés és cselekvőképességtől való megfosztás, vagy annak korlátozása nincs érvényben. És aki a legkésőbb a választás napján 25. életévét betöltötte. A polgármester tisztség közhivatal. És a polgármester hivatali ideje az újonnan megválasztott polgármester eskütételével ér véget.